Jó estét kívánok, ez itt a Mélégzés. Ma történelemről lesz szó, Szent Mártontól Trianonig. Nagyon hosszú lesz a mai beszélgetésünk. Tartsanak velünk! Ahogy mondtam, a történelem lesz ma a fő téma, és természetesen regionális témákkal is szolgálunk, hiszen a Szent Márton kultusz bizony nagyon-nagyon fontos a városunk életében. Köszönhetem is vendégemet, dr. Gibba Editet. Jó estét, szervusz! Szervusztok! Editet, aki történész, és mi már régről ismerjük egymást, és levelezgetünk, és hallom, hogy mi mindenen dolgozol, igyekszem figyelemmel kísérni a munkádat, de hát most is átküldted, hogy éppen mik az aktuális feladatok, úgyhogy remélem, hogy ebben a 40 percben lesz időnk ezt érinteni. Azt mondtam, hosszú ez a beszélgetés, de aztán rájöttem, hogy a te munkásságodhoz képest nem annyira sok ez az idő. De egy nagyon kedves képpel és történettel szeretném kezdeni, mert hogy amikor mi először találkoztunk, akkor is szóba került édesanyád, édesanyád gyerekkori naplója, igen, egy olyan emlék, ami lehet, hogy még az is elképzelhető, hogy téged elindított ezen a pályán. Talán kezdjük ezzel, hogy már a család is rendkívül ragaszkodott ahhoz, hogy megőrizze az emlékeket, megőrizze mindazt, ami vele történt. Mesélj erről egy kicsit. Köszönöm a szívélyes fogadtatást és a meghívásotokat. Édesanyám lánykori nevén Galló Edit, a szombathelyi Domonkos zárdában eminens tanuló, és ez inspirált arra, hogy tavaly egy 600 napos kutatással összeállítsam a világi levéltárban, Melega doktoréknál és az egyházi levéltárban, a Rétfalvi Balázséknál azt a kiállítás anyagot, amelynek helyett a Berzsenyi Dániel megyei könyvtár adott. A kiállításnak egyházi és világi körökben nagyon nagy sikere lett. A Domonkos tartomány szóciusza, Vivian Bola, aki Rómában él, mentálisan mindig mellettem áll és állt. Ezt a Domonkos jubileumon is szombathelyen is kifejtette a püspöki palotában. Sajnos a kiállításra nem tudott eljönni, mert Seattle-be volt egy hosszabb kurzus, de édesanyámat, mint világi példát állította levelében a jelenlevők elé. Vele a kapcsolat pár mondatban azért érdekes lehet a nézők nagy érdemű figyelmére tarthat számot, mert tavaly előtt húsvétkor gondoltam, hogy egy ilyen magasrangú egyházi méltóságnak egy nem mindennapi képet küldök húsvétra. A Google segítségével pedig mindig ír nyelven, mert írül nem tudok. Úgy pont nem tudsz, úgy mert azért néhány tudok, nyelven igen, beszélsz. De az nem. És találtam egy narcisszos képet, amely mellett egy nagyon antik sírkő van, szemben egy szikla. És ezt elküldtem a részére, és visszaírta, hogy Edit nagyon mélyen érintett engem, mert ez a San Michele szikla, amely a keresztény Európa határa. És ez Írországnál található, és amikor én a Pilgrim, a vándorlás ügyében a pályázatomat írtam Szombathely megyei jogú városnak tavaly előtt, akkor ezt a példát hoztam elő, mert ki azért zarándokol oda, hogy a Star Wars egyik jelenetét forgatták, 2,5 millióan körülbelül évente, ki pedig azért, mert vallási indítatásból szeretném megnézni, napjainkban ennek különös jelentősége van, a keresztény Európa végét. Hú, de szép történet. Fogjuk majd tudni mutatni ezeket a képeket, csak olyan nehéz lesz, mondtam a kollégáimnak követni, mert hogy annyira sok mindent szeretnénk elmondani a munkásságodból, de édesanyád képét, illetve jól emlékszem, meg a sziklaképét is ugyanabban a fájlban mentettük el, de majd itt először megmutatjuk a kedves mamát, mert igen, annyira gyönyörű ez a kép azon túl, hogy nyilván 2 kilométer gyalogolt naponta, hogy elérjen a szombathelyi zárdába, ami korábban Hámánkató iskola, most Paragvári utcai általános iskola. És az még nagyon érdekes, ez a Domonkos szellemiséget tükrözi, hogy a 11-12 éves kislányok, mikor bomba találat érte a Székesegyház kupoláját, felfutottak a padlásra a kislányok, mindenki, ahol lakott, és nagyon örültek, hogy nem igaz a hír, mert állnak a tornyok. Aztán utána jött a következő hír egy fél óra múlva, hogy sajnos a kupola tönkrement. És akkor mindenki több héten át ment menteni a kislányok és a nővérek.
Tehát azt hiszem, hogy ez az igazi szombathelyi identitás. És te ezekről ugye tudtál, és igen, édesanyjától megismerted ezeket a történeteket. Igen. Kicsit előre hajolok, és nagyon félve, és hát nem szabadna így megtapogatnom egy ilyen családi gyerekét. Nem is mondtam még a kollégáknak, hogy ezt be tudjuk mutatni, mert tényleg adás előtt 2 másodperccel adtad a kezembe, hogy itt van ennek a gyönyörű naplónak az első oldala lehet. Mindjárt nagyon óvatosan próbálom elolvasni, majd megkérem az én kedves kollégámat, Gergőt, hogy mutassa meg. 1939-ből igen, való ez az oldal, és ez gyakorlatilag egy szépen kézzel rajzolt 12 éves kislánynak, a te mamádnak a, igen, a napló. Naplója. Kiküldtem egyébként Rómába, tehát ott is megtalálható egy kópiája. És az érdekes, hogy például 11. Pius, aki, igen, ennek a világtörténelmi periódusnak egy meghatározó személyisége. Vissza is adom, nehogy megsérüljön. Az tulajdonképpen egy 12 éves gyerek számára mit jelentett, és megörökítésre került. Ilyen szép ez a történet. Azt mondtad, hogy 600 napos kutatás, igen, neked ilyen elképesztő hosszú kutatási programjaid vannak, mert hogy aztán később a Szent Márton kutatás, igen, és egyéb témákban is találkoztunk, vagy beszélgettünk, igen, és mindig mondtad, hogy szívesen elmesélnéd. Nem akarok túl nagyot ugrani édesanyád naplójától, de mondtál egy nagyon jó kifejezést, ezt a szombathelyi identitást, vagy vasmegyei identitást, igen, vagy regionális identitást, és hát hol beszélgethetnénk erről legadekvátabban, mint a szombathelyi televízióban. Maga a Szent Márton kultusz iránti fogékonyságod vagy érdeklődésed is biztos ebből is adódhat, hogy ezen a tájon nevelkedtél. Mennyire volt meghatározó nálatok a családban átörökíteni ezt a fajta lokálpatriotizmust, ami rád nagyon jellemző? Köszönöm a kérdést. A Szent Mártonról szervezett konferencián Szombathelyen az Őrvidék házban a közönség nagy döbbenetére azzal kezdtem a prezentációt, hogy Szent Mártonon a kapcsolatom a megkeresztelésemkor kezdődött. Hiszen a templomban ott kerültem először indirekt módon kapcsolatba vele. A későbbiekben a vasárnapi szentmisékre, ahova a nagymamámmal és a család többi tagjával mentünk, a hic natus est, mindig kérdeztem, hogy ez mit jelent. Apukám kiváló latinos volt, és elmagyarázta nem csak ennek a jelentését, ennek a mondatnak, hanem az egész milliót, ami ott körülvett bennünket. Aztán a következő... Azért azt mondjuk el a nézőknek, de szerintem mindenki tudja itt született, hogy itt született Szent Márton. Így van, és hát azért ezzel voltak problémák, voltak kérdések, problémák, de ma már ezt senki nem vitatja. Igen, és mindenki ugye magát identifikálja egyes települések. A bérma nevem Lúcia, a fény, és azt javasoltam Szombathely megyeiugú város vezetésének 2 éve, hogy készítsünk egy logót, uh-huh, Szent Márton lámpájáról, a fény szerepe. És ez a logó, ez egyértelműen csak Szombathelyre jellemző, mert itt született. Ezt kis óvodás kortól felnőtt korig lehet azonosítatni, esetleg a város valamely jelentős pontján kiállítani, és Szent Mártonnak azért is különös jelentősége van, nem csak a palást és a koldus szimbolikája, amelyet mindenki ismer, a kiváló helyi történészek és kutatók jóvoltából, én, ha szabad, egy más aspektusból közelítettem meg, mégpedig ő excellenciája, Zabolai Mikes János Henrik püspök, aki 1911-ben az inaugurációja, a beuktatása után Luxemburgban, Bécs mellett és Budapesten a bazilikában elment megtekinteni a máltai euharisztikus kongresszust, majd a bécsit. Csernok hercegprímás bíboros mondta is, hogy erre csak Mikes képes, és ez alapján a mi szombathelyünk, és itt csatolom vissza az identitást, 1913-ban Turba delegációt küldött, Johannes Csempesz János feljegyzéséből tudjuk, hogy fantasztikus sebességgel gyors vonaton mentek, ennek különböző stációi vannak, és egy nagyon idős világi ember egy csodálatos francia verssel köszöntötte őket, amelynek az a lényege, hogy nem csak az erekjét kell megosztani, hanem a szellemiséget is meg kell osztani
Túr és Szombathely között. És ez 1913-at igen. Mondasz. Tehát már Mikes akkor... másik érdeme, hogy hozzáférhetővé tette ennek az útnak a stációit, a leírását, a jelentőségét, megjelent Johannes Csempész könyve, két verzióban, ahogy megtaláltam a levéltári iratok alapján, egy olcsóbb, amelyhez mindenki hozzáférhetett, és egy drágább, mai szóval élve, exkluzívabb kiadással. Az, akkor most jól értem, hogy nyugodtan javíts ki, mert azt gondolja az ember, hogy hú, már mindent tud Szentmártonról, de a csodát tud minden Szentmártonról, hogy maga a zarándoklat, maga ez az egész Európával való összekapcsolása a szent tiszteletének, vagy kultuszának, minden módozata, az már ennyire korai időszakra tehető, és bocsánat, hogy ezt mondom, de ilyen késő sikerült ezt nekünk kijárni, elintézni, hiszen most már azt gondolom, igen, hogy tényleg kellő fényében tündököl a város e tekintetben, hogy mi a Szentmártonnak vagyunk. Köszönöm a kérdést, igen, hiszen arra is csak egy pár éve tattunk tanúbizonyságot, szintén kénytelen vagyok a levéltári forrásokra hivatkozni, mert az az exakt és biztos, hogy feltehetném a kérdést, vajon miért megyünk minden évben a Szent Márton mise után a nagy templomból, ahogy ugye Szombathelyen mondják. Igen, nem a Székesegyházból. Igen, a Székesegyházból a Szent Márton templomig. Azért, mert a középkori ember is mindig félt a sötétségtől. Szerette a fényt, itt jön be a lámpás szerepe. És úgynevezett umcugokkal vonultak végig akár egy 10-15 fős falun, akár egy hatalmas metropoliszon, hiszen Szardiniában is ennek emléke van, vagy Spanyolországban, ahol kiflicskéket sütnek. Igen, tehát a Szent Márton nekem. Kifli az allgemein, tehát teljesen mindenhol, ismert mindenhol. Aha. És azért vonulunk végig 2020-ban is, meg remélem, amíg lesz ember, mert a sötétségtől, magyarán a butaságtól félünk, tartunk, és a fényt, a bölcsességet szeretnénk vinni, erről Dávid király és Salamon 2500 éve már írt. Úgy csodálatos, hogy ezt mind felkutattad, nekem át is küldtél egy dokumentumot, nekem ebben rengeteg újdonság volt, tehát sok mindennel volt az ember tisztában, hiszen minden évben azért most már a városban egy egész hetet szoktuk igen. szentelni. Nyilván most a pandémiás időszakban ez is máshogy volt, de hát nyilván egy lelkünkben mindnyájan megünnepelhettük a szentnek az ünnepét, de hogy írtál nagyon sok érdekességet, igen, írtad ezt a spanyol és olasz területet, az étkezéstől, az időjósláson át, a különféle képzőművészeti alkotások, igen, rengeteg olyan szimbólum és olyan izgalmas történet kötődik a szent kultuszához, amit én azt gondolom, hogy nagyon érdemes tovább kutatni. Tehát úgy érzed, hogy akkor ennek lesz folytatása, kell, hogy Szent Mártont még jobban, még mélyebben megismerjük, és akár ezáltal Európát vagy az egész világot jobban ki tudja nyitni az ő kultusza a Szent a mai Márton élő ember felé. Kultúr Egyesülettel szeretnénk egy kiadványt, amely kulinária és religió címet viselni, tehát összekapcsolni ezt a két teljesen különbözőnek tűnő területet, Franciaországot, illetve a nagykövetséget is be akarjuk iktatni, nagykövet úr ő excellenciáját személyesen, hiszen Szombathelyen mindig olyan kiváló kutatók, történészek voltak, és a lakosság is nagyon erős identitás tudattal rendelkezik, tehát joggal és okkal büszke arra, hogy itt lakik ezen a néha viharvert nyugati határvégen. Tehát akkor tulajdonképpen, ha jól értem, akkor olyan gasztronómiai, olyan étkezés kulturális igen. Szegmensét is föl fogjátok fedezni, ami gyakorlatilag nagyon szorosan kapcsolódik a, hát akár a hitéletünkkel. Igen. Azért ezt tudjuk nem csak a szentmisében, hanem egyáltalán igen. azért az étkezésnek egy ilyen szakrális szeletét is meg tudjátok mutatni. Ez nagyon érdekel engem. Alig várom a könyvet. És akkor
annyira szépen leírtad, én éjjel olvasgattam, amiket írtál, és mindig leírod, hogy hány leütés, hány ezer karakter, hány oldal, és én tudom, milyen levéltárakba kutatni. Hát elképesztő. Én nem tudom, mennyit alszol, erre nem vagyok kíváncsi, és nem vagyok felhatalmazva, hogy ilyet kérdezek nagyon tőled. Keveset. De most, amint dolgozol, az is egy nagyon izgalmas, mert azt mondod, hogy egyrészt a latin, tehát hogy majd arról is mesélj, hogy neked a latin, hogy jött az életedbe a latin tanulás, illetve hogy te nagyon intenzíven dolgozol olyan szövegeken, olyan német szövegeken, amelyek ugye gótbetűs szövegek, igen, és annak azért az olvasása nem egy egyszerű feladat. Ez a szenvedélyed, ez is már talán ugye a gyerekkorodból jön, a nyelvek szeretet, a nyelvek iránt, igen, érzett oldhatatlan szenvedély. Köszönöm a kérdést. A nyelvtanulás az a szüleim érdeme. 3 éves koromtól beirattak Strobl Erzsi nénihez. 3? 3. De most nem mondod, hogy 3 évesen olvastál. Nem olvastam, de... De majdnem. Igen, azt a mindenit. Majdnem. És gyakorlatilag, amikor Eisenstadtban írtam a doktori értekezésemet egy nemzetközi ösztöndíjjal, akkor a Kállai professzor javasolta, hogy hát anyukámat kérjük meg, hogy jöjjön el velünk egy útra, mert hát, ha nehézségek támadnak a szövegekben. Én de ott jó, egy ilyen anyuka, hallod? Igen, de én ott ültem egy normál állami és egy osztrák gazdasági német felsőfokú nyelvvizsgával, és összeszorítottam a számat, a szemöldökömet, kihozták a protokollumokat, a jegyzőkönyveket, és nem tudtam elolvasni, mert gótbetűvel voltak. Uh-huh. És a professzor úr elment édesanyámért, és azt mondta, vessük be anyukádat. Anyukám leült, hála Zárda domonkos nővéreknek, és mintha csak úgy by the way történne a dolog, elkezdte olvasni a szövegeket, én meg írtam. Júj, ez csodálatos. És 2 hét kellett, mire belejöttem. Aha. Ennek többször hasznát vettem, például a nyáron, a nyarat ebben a 38 fokban egy minimális kis összeggel, napi 1 Apfelstrudelre tellett, és egy pohár ásványvízre a Hofburgban töltöttem. Abból a célból, jaj, de imádom, na mesélj, hogy erről. A 2 világháború közötti újságokat kutattam, és nagyon megható volt a hozzáállás, mert az egész, ez a fő épület, amitől jobbra van a miniszterelnöki hivatal, Bécsben, és egy fantasztikus érzés, most is az ember óhatatlanul, ahogy mondják, ilyen Gänsehaut, libabőrös lesz, hogy ott járt előttem az egész monarchia teljes vezérkara, ugyanazokon a lépcsőkön. És én meg, akárki 2018. ember, szintén most itt járhatok, maga ez a tudat, szembe ugye velünk ott ül Sisi, fantasztikus látvány, és tulajdonképpen az egész osztály, ez a tudományos osztály megköszönte, amire még Magyarországon nem volt példa, hogy én ilyen fáradhatatlanul, szorgosan kutatom a 2 ország és a 2 régió történetét. Ez fantasztikus, és elképzelek, ahogy ott dolgozol. Most azt akartam viszont mindenképpen megkérdezni, mert annyi féle dolog volt még a jelenkori kutatásaidat megelőzően, és tényleg nem akarok folyamatosan visszatérni a gyerekkorra, de azért a disszertációdra mindenképp érdemes volna, és nyilván az is nagyon fontos, hogy utána később te milyen diplomáciai feladatokat vállaltál, mert szerintem nem biztos, hogy mindenki tudja, aki téged ismer. Hogy akkor kezdjük az egész doktori programmal, hogy neked azért ez a terület ismerős, meg jártas vagy ezekben a dolgokban, meg a te történelmi iránti szenvedélyed is, ugye? Nagyon régre húzódik vissza, aztán lesz majd egy trianoni témánk, de azért nem egy egytémájú szerző vagy. Van, aki egyetlen egy korszakot kutat egész életében. Nyilván ezek a tudományos kutatások, ezek borzasztó aprólékosak. Most a nézők legalább hallják, tudják, hogy milyen sokat kell egy-egy szövegen dolgozni, azt felkutatni. Nem is biztos, hogy mindig eredményes ugye az az adott nap, mert nem is mindig talál az ember olyan forrást, amely évekig aztán bizony tovább lendítheti a kutatását. De a te esetedben azért nem akárki volt a pályádon a te szakmai mentorod, úgyhogy őróla is ejtsünk néhány szót, mert őt viszont névről biztos mindenki ismerni fog. Igen, köszönöm a kérdésedet. A doktori értekezésemet az 1929. évi 30. törvénycikkből írtam, amiről a nézőket nem terhelve annyit kell tudni, hogy közigazgatási reformtörvény.
Ennek számos elemét a mai kormányzat adaptálta. A racionalizálás tehát, hogy lehetőleg kevesebb létszámban, koncentráltan, hogyan tudjunk a leghatékonyabban dolgozni. Itt ezen a doktori védésen közölték, hogy feltétlenül tovább kell írnom a dolgozatot. Hangsúlyozni kívánom itt is a szüleim szerepét, hiszen akkor sem az egyetemi doktori értekezésért, sem az ezt követő kandidátusi, vagy ahogy ma népszerű nyelvén mondják, PhD fokozatért nem járt dotáció. Fogalmam nincs, nagyon szégyellem magam, mert erre egy 5-6 éve gondoltam, hogy vajon miből finanszírozták a szüleim a töménytelen utazást, a fénymásolatokat, akkor még nem volt okos telefon, még buta telefon se csak, gyakorlatilag fülkék voltak Budapest különböző pontjain, és az ember jelezte, hogy megvan, itt van. Dolgozik. Ez a Kállai professzor adta át a személyes kutatóhelyét a parlamentben, a kiskutatóban, ami egy fogalom, és akkor jelentkeztem aspiránsnak, ösztöndíjasnak a Magyar Tudományos Akadémiára. Vidékiek közül, mert ez nagyon lényeges dolog, kettőnket vettek fel. És Mádl Ferenc mindig a szemét rajtam tartotta, részben meg volt velem elégedve, részben pedig, amikor nagyritkán be tudtam jutni egy-egy párperces audienciára, akkor a mai napig az a legnagyobb élmény vele kapcsolatban, hogy kikísért az ajtóig, és azt mondta, Editke, köszöntöm az otthoniakat. Jaj, ez többet ért bárminél. És hát akkor még nem volt ökoztársaság, ilyen, akkor mondjuk már el a nézőknek, hogy ez mikor nem. volt. Édesapám Herenden nőtt fel, ő pedig a szomszéd településen Bándon. És ezért volt egy sváb települések, mai napig nagyon vallásosak, és nagyon erős mentális tartásuk van, és rengeteget dolgoznak. És egymásnak néha említették is, hogy bakonyi gyerek nem lehet beteg, mert hát ugye, hogy azok egészségesek, és időnként pedig a Tövis utcai Ferences templomban találkoztunk, mise előtt vagy után, természetesen ez nem volt megbeszélve, hanem a sors így hozta. Tényleg ez is milyen szép történet. Tehát később te a politikai, diplomáciai életben is vállaltál feladatot. Én ezt tudtam legkevésbé az életedről, mert a tudományos munkádról azért itt-ott tudtam értesülni napilapból, különböző szerepléseidből, és aztán ez például nagyon érdekes az életednek ez a fejezete, legalábbis szerintem azok számára, akik nem, nagyon távol vannak mondjuk ettől a közektől. Ez hogy történt? A történészi vénád, a politika iránti elköteleződésed, igen, vagy akár ezek a személyes kapcsolatok vittek téged e felé? Wagner András volt polgármester úrnál kezdtem. Tulajdonképpen térben nem itt dolgoztam, mert a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnöke, aki egy brilliáns, logikájú ember, Balsai István, Székesfehérvár volt polgármestere, ő mellette dolgoztam, mint elnöki referens. A külügyet és a magyar minisztériumokkal való egyeztetést végeztem a 19 megyei jogú város nevében. Az András az egyik közgyűlésen valami sérelmet vélelmezett, lemondott, és hazafelé az autóban mondtam, hogy András, nekem most nincs állásom, itt a két nyugdíjas szülő, mit csinálok? Valahogy átérezte, de semmi nem történt. És akkor teljesen véletlenül az édesapám a Magyar Hírlapban meglátott egy hirdetést, hogy kormányfőtanácsadónak pályázatot lehet benyújtani, én ezt megtettem, és legnagyobb döbbenetemre, tehát így utcáról, szinte hihetetlen. Igen. Ezt így meghirdették, ceruzával, ezt az állást. Ceruzával írt, a kormányőr mondta is, hogy ezt akarja beadni, mondom, igen, mert nincs nálam más íróeszköz, és leírtam a tényeket. És értesítettek, hogy a közigazgatás korszerűsítésének felelős kormánybiztosa mellé vettek fel, és egy hét múlva fel kell készülnöm, mert kezdődnek a Magyarország felvételének előcsatlakozásai, és gyakorlatilag ezzel párhuzamosan lebetegedett egy diplomata, szívinfarktus gyanúval, tehát nagyon komoly probléma volt, és át kellett vennem a Világbank magyarországi projektjeit. Ez az úr, ez
szó szerint excellenciás úr és diplomata volt, és a helyi budapesti képviselettel, hogy finoman fogalmazzak, nem volt személyes kapcsolata, tehát nagy döbbenetükre felhívtam őket, hogy szeretnék egy vizitet ejteni, hiszen a Kossuth tér 4 és a Granit Tower, a Granit torony a régi tévészékház mellett, ugye 200 méterre van egymástól, és egy nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani. Rögtön december 22-én megérkezett a washingtoni kollégám, akkor még 20 éve nem volt egy ilyen népszerű név, hogy Noel, hogy Karácsony, és nagyon kőkeményen viselkedett, majd észérvekkel megpróbáltam meggyőzni, végül aláírt minden dokumentumot, és közben elrobogtam, egy szamos marcipán angyalkát vettem a részére, és mondtam, hogy a Boeing 767-esben visszafelé Washingtonba, ha már ilyen szép nevet adott az édesanyja, hogy Noel, hogy Karácsony, akkor legyen egy kísérője. Ja, Istenem, ezek de jó történetek. Olyan mondom, ezt meg kell írnod. Én föl foglak időnként hívni, hogy hol jársz ezzel a történettel. De azért azt mondja, egyrészt ez mikor volt? Mert itt a nézőknek nem mondtuk, hogy kapkodunk. 95-ben. Ez volt 95-ben. De mondjuk el azt mindenképpen, hogy hát én most ott tartok a gyerekkel, ugye, hogy ő még kicsi gyermek, és én is ezekkel a nyelveket kell tanulni kislányom meg, hogy találja meg az útját, meg találja meg azt, ami az ő szenvedélye lesz, vagy amit ő majd szívesen csinál, de a nyelvek. De amit akartam mondani, az, hogy azért fantasztikus, hogy ezekről nem beszélsz, mert ez neked természetes, hogy hány nyelven beszélsz, hogy milyen bátor vagy, hogy fogod, és egy ilyen, nem biztos, hogy egy ilyen állásajánlatra akárki mert jelentkezni, hogy neked mi kell mind ahhoz, hogy te ilyen nagy, és közben mindezt ilyen nyugodtan és nagyon természetesen szoktad elmondani. Azért nem beszélek. Az utcán összefutunk. Igen, mert mikor szóval visszatértünk ehhez, 6 éve a megyébe, akkor soha el nem szagadtam Szombathelytől, tehát még a Szentgotthárdi Ipari Park instruálását is végeztem Budapesten, a francia intézetben a kelet-európai igazgatóval, mert ő ránézésre úgy gondolta, hogy remek helyen van ez a Szentgotthárd, 3-as határ. Mit kekeckedek én ezen? És akkor elmondtam neki, hogy a nagyanyám testvére, Pungor Dávid, ott volt évekig jegyző. És ez egy nagyon nehéz terület. Értem. Tehát így ránézünk, valóban optimális. De ez nem egy rúrvidék. Hiszen hosszú ideig a szüleim mesélték, hogy egy sima érettségi nyomán ballagásra határsávval lehetett menni, amit mind a ketten csak a történelemből hallottunk, és van egy speciális, a nagybácsi, ez a Pungor Dávid nagyon kedvelte a vend népet, hogy nagyon vallásosak, szorgossak, becsületesek, rendesek, és ugye itt ez az etnikum egy különleges pozíciót képezést tölt be. Nagyon érdekes, mert Radnóti Fannitól 50 méterre laktunk a Tátra Wallenberg utca sarkán, itt a lakás Szombathelyen megmaradt. Aha. És az is érdekes, hogy én ugyan nincs Wallenberg díjam, de a 90-es években rengeteg cikket publikáltam a Vasnépébe, és többek között Wallenberg naplójáról is írtam, és Wallenberg emléktáblája ott volt 100 méterre tőlünk, és mondom a kedves nézőknek, hogy soha nincs rajta koszorú, csak csokor, kék-sárga, svéd szalaggal, mert ha koszorút tennénk, akkor egész biztosak lennénk benne, hogy meghalt. Jaj. Így pedig él az emlékezetben. Ez a Randóti Fanni erkélye alatt van. Tényleg ez de jó. És akár ismerted őt is, Fifi? Igen. Tehát tényleg? Igen. Komolyan? Ez a környezet, ez a Lipóci, az új Lipót város. Hogyne, én tudom, hogy hol. Beher Ivánnal, Szent István Parkkal, és egy sajátos most millió. Olyan furcsa, mert tényleg azt mondom, hogy egyrészt nagyon örülök, hogy jöttél, találkoztunk, igen, kicsit nagyon ritkán tudunk beszélni. Igen. Ugyanakkor meg tényleg az ember egy olyan közegből, egy olyan környezetből, meg ha megbecsült helyen volt, meg igen, jó helye volt, akkor érdekes, hogy visszajöttél, vagy jó dolog, hogy visszajöttél, és most úgy érzed, bár tényleg nem akarom ebbe az irányba vinni a beszélgetést, de úgy érzed, hogy most az a sok minden, amivel foglalkozol, az akár ennek a régiónak is a hasznára válhatna, és próbálod keresni ezeket az utakat, mert én tudom, hogy közben Eisenstadtban is dolgozol, igen, ott is folyik egy kutatás, aztán jársz ugye Bécsbe, és közben mindig ez az egész regionális tudat, ez azért benne van a te, hogy is mondjam, csak így szinte azt mondom, hogy a szívedben, mert gyakorlatilag ez sokkal inkább hajt, mint a tudomány iránti elkötelezettség, igen, vagy legalább annyira. Mesélj még arról, hogy ezért neked vannak olyan
olyan témáid is, igen, mint a Trianon, aztán volt egy nagy előadásod, ami nyilván én nem tudtam ott lenni, de ugye küldtél róla nekem néhány felvételt is, hogy az is nagyon szép sikerrel, elismertséggel folytatódott, hogy most melyik lesz a fő csapás irány, vagy melyik lesz az, amit így várakozásként a nézők elé beajánlhatunk, hogy na most az Edit ezen dolgozik, és ennek lesz egy kötet, vagy lesz egy kiadvány, igen, mert sok szálon fut. A PhD dolgozat az a Magyar Tudományos Akadémia külön díját kapta, mint fiatal kutató. Gratulálunk utólag is. Köszönöm. És édesanyámat 2 éve elveszítettem másfél nap alatt egy orvosi hiba miatt. Gyakorlatilag nem szerette az idető az egészséges idős embereket, és egy infúzió után valami történt. Csak egy pár órára mentünk be segítséget kérni. Az ő emlékükre, édesapám és az ő emlékére bővítettem ki ezt a PhD dolgozatot. 2,5 évi kutatással, kérdezted, mennyit alszom, 5 órakor kelek, 8:30-9 fordítok, angol, német vagy francia kiadványokat. Te már elfáradsz, mire én fölébredek. És akkor gyakorlatilag most a különböző korábban kutatott mikes hagyatékban és külföldön számos olyan dokumentumot találtam, amit beépítettünk a kötetbe. És akkor ez mikes kötet lesz? Tehát most a mikes püspökről beszélünk, ugye? Mikes püspök kötete tavasszal lesz, ezt Svájccal kóprodukcióban csinálom. Ugye azt még tudni kell rólam, hogy nincs mögöttem intézményi háttér. Semmilyen háttér. Borzasztó nehéz is. Sem anyagilag, sem sehogy. Nem vagyok könyvtár, levéltár, múzeumigazgató, nem vagyok tanszékvezető, nem a végzettségemen vagy az affinitásomon múlik, hanem nincs hely. És gyakorlatilag, hogy a Trianon kötet megjelenhetett, ez kizárólag, bár nem engedték ebben a formában a köszönetnyilvánítást, a Nemzeti Kulturális Alapnak köszönhető, és a Mikes 3 nyelvű album is ennek a keretében jelenik meg. A 2 téma szervesen összefügg. Igen, a Trianon az most a napokban fog megjelenni. A borítót én terveztem, mert mindenki egy Nagy Magyarországot szeretett volna rá rajtam kívül, én pedig egy eredeti, az állami levéltárban, itt Szombathelyen található, foltos, megsebzett, lelkileg is talán meggyötört 100 éves dokumentumot választottam a címlapra, egy vinyettával. Igen, azt egy pillanatra mutattuk egyébként a beszélgetés elején, majd megkérem a kollégákat, igen, hogy újra mutassák meg. Azért vinyettával, mert a vinyetta gyermekkorunknak a füzeteinek a címlapján volt. A vinyetta egyik fele piros-fehér-piros, a másik piros-fehér-zöld, hiszen ez egy monarchia volt. Ez egy egységes terület volt, és mentalitásában az ma is. A hátoldalra pedig rátetettem ugyanebből a dokumentációból, ezt 3 hónap alatt válogattam ki, a többi kutató sziszegett, pisszegett, hogy ilyen dokumentumokhoz kesztyű nélkül hogyan nyúlhatok, micsoda fertőzést kapok. Mondtam, hogy nem fogok fertőzést kapni, mert onnan fentről levédenek, és a másik fontos dolog, hogy az olvasóknak olyat kell prezentálni, ami még nem jelent meg. Amit még nem láttak, igen. A határköveket kértem a hátoldalra, aminek szerintem szimbolikus a jelentősége. Tudjuk, honnan jöttünk, hol vagyunk, és hova szeretnénk menni. És ebben a határkő mindig eligazít bennünk. Itt van egy, ez az intézményi háttér, ez nekem is a mániám, mert ha csinál valaki valamit, az csodálatos lehet, ha van egy intézményi háttér, főleg a tényleg egy kutatóintézetnek a tagja, igen, akármilyen most a körülmény, ha egy egyetem, csodálatos, igen, az ember oda mindig vissza tud menni, betér a kis tanszéki szobájába, ez nincs, akkor ez rettenetesen nehéz, én ezt értem. Viszont vannak-e neked olyan kapcsolataid, olyan közösségek, olyan kifejezetten szellemi közösségekre gondolok, ahol te meg tudod találni magad, meg tudod hallgattatni magad. Ez is borzasztóan hiányzik ma szerintem azoknak a,
azoknak, a kutatóknak, tudósoknak, és most nem, egyáltalán nem akarom mondani, hogy vidéken, mert hogy ne, hát vidéken is rengeteg jó kutató dolgozik. Ezt olyan nehezen veszem tudomásul, hogy ilyenek nincsenek. Most hagyjuk a művészeket, hagyjuk, hogy egy költő hol tud találkozni egy másik költővel nyilván az interneten, de hogy ezek annyira hiányoznak. Neked vannak ilyenek? Vagy ezt megtaláltad akár Eisenstadtban, vagy máshol? Vagy egyáltalán neked hiányzik ez? Mert én örülnék, ha lennének ilyen közösségek. Nagyon hiányzik, ez egy fantasztikus kérdés, igen. Nagyon hiányzik. Eisenstadtban megtaláltam a régi és jelenlegi tudományos vezetőm és a családja, a Johann Zédoch, udvari tanácsos úr. A Hofburgban is nagyon kedvel az egész tudományos osztály. Most már megismertek. Most már igen. És itt Szombathelyen volt egy lelki vezetőm, a Martos Levente Balázs, aki kiváló Balázs képességei atya. Alapján rektor. Mindig mondom neki, hogy nagyon szerencsések a papnövendékek vele. Egy fantasztikus egyéniség, Perger Gyula, aki ebből a kicsit Csipke Rózsika álmát alvó püspöki palotából egy élő, fantasztikus látogatóközpontot varázsolt, kiváló kollégákkal, mind az egyházmegyei könyvtárban, mind a levéltárban, mind pedig azok a fiatalok, akik ott körülötte dolgoznak, nagyon jó szellemiségben és mentalitásban. Aztán nagyon jó kapcsolatom van mentálisan Asztrik testvérrel, a ferenceseknél. Sajnos a barátnőim és a baráti köröm mind külföldre mentek férhez, nincsenek itthon. Úgyhogy így nagyon le van limitálva ez a lehetőség és a beszélgetésre kör. És a találkozásra. De úgy gondoltam, mivel én a kötetekért nem kapok anyagi juttatást, csak a kiadó, hogy a kötetek értékesítése nyomán 100 000 forintot adományozok a Toronyi templomnak, majd Perger atya eldönti, milyen célra. 100 000 forintot pedig a Zárda Köbl atya templomának és édesanyám egykori templomának a padozat felújítására, és ugyancsak 100 000 forintot a ferences templom padozatának a felújítására. A Szent Márton templom is nagyon közel áll a szívemhez, Schauermann atyával, de ott ugye egy központi rekonstrukció végbe ment, tehát ott az én kis, illetve az olvasók által megvett könyvek bevételére kevésbé van szükség. De csodálatos. Hát ez annyira szép, hogy mondod, hogy amúgy is milyen nehéz neked az Apfelstrudellel ugye Hofburgban kutatni, igen. És meg így is ezen gondolkozol, hogy mindazok a közösségek, ahonnan te igen. táplálkozni tudsz, azok mind kapjanak ebből. Hát ennyit tudok most. El fogom küldeni majd ezeket vagy a mi felvételünk linkjét akkor Balázs atyának és Gyula atyának is. Remélem, hogy majd örülni fognak neki. Nagy megtiszteltetés számomra is, hogy ismerhetem őket, és szoktunk beszélgetni. És Eisenstadtban, ha kérhetem a püspöki archívumba, igen. mert az igazgató, a Weinheisel úr igen. nyáron a szabadsága alatt bejött a tisztelt feleségével, a magisztra Ildikó Farkassal, és mindig mondták, hogy ő excellenciáján kívül, a püspök atyán Ögidioszon kívül, öten vagyunk az épületben, és engem mindig ott találnak. Mindig ott vagy. És amit azt mondta a direktor, hogy ráadásul fantasztikus helyzetben vagyok, mert állandóan dolgozom. Egy lovak teremben voltam, de nagyon jó társaságban, mert ki volt téve ő excellenciája Ögidius Zsivkovics képe, és ki volt téve őszentség a pápa képe. Tehát jó társaságban nagyon voltál. Jó társaságban kutattam, anyukám szemüvegét kellett vinni, mert nem tudtam elolvasni a körülbelül 3-4 napig, igen. Tehát azért a kutató élete néha ilyen kis gáncsokat kap. És az az érdekes, és mondom, hogy olyan jó, hogy eljöttél, többet kéne találkozunk, mert hogy Ildikó Farkas, vagyis Farkas Ildikó is nagyon jó barátnőm régről, úgyhogy hát egyszer így össze kéne jönnünk, igen. mindazokkal, akiket említettél, ebben a jó társaságban, ezek között, a portrék között, viszont azt meg kell ígérned egyrészt, hogy találkozunk, el fogom küldeni, bár majd aki nem tud magyarul az osztrák kollégák között, nem fogja megérteni, de akkor is lelkesen majd lát minket, hogyha majd megjelennek a kötetek, akkor gyere hozzánk vissza mindenképpen, és ígérd már meg, hogy ezeket a történeteket megírod. Nagyon köszönöm még egyszer is a lehetőséget, és a Burgenland 100 éves jubileumára
valamint az Eisenstadti Egyházmegye 60 éves jubileumára szeretném ezt a magyarul most megjelenő Trianon kötetet egy más címmel, mert ő nekik Saint-Germain-de-Yi a Trianon, tehát inkább olyan címmel, hogy Zwischenkriegszeit, vagyis a két világháború közötti periódus, és mindenképpen a Szent Márton palástja egységét szimbolizálva, mint egy Geburtstagsgeschenk, egy ajándékul kivinni a kinti tartományi kormánynak és a kinti püspökségnek. Hú, nagyon köszönöm, ez egy gyönyörű végszó, és én azt üzenem, ha mondjuk most szülők is nézik ezt a beszélgetést, hogy mindenképpen csodálatos szülőkkel áldott meg téged a sors, és ezt még mutassuk meg, bármire ez az adás majd adásba kerül, arra már igen, pont az év elején leszünk, de hát elhoztad nekünk ugye ezt a csodálatos Christkindlet, ezt nem tudom, hogy meg tudjuk-e mutatni, meg tudjuk mutatni, de amit szeretnék mondani neked, hogy nagyon nagy tanulság, hogy csodálatos, hogy ilyen szülőkkel áldott meg a sors, és a gyerekeknek meg azt üzenjük, hogy tanuljanak nyelveket, mert hát Edith fantasztikus. Nem is mondtuk el, hány nyelven beszélsz. Latin, német, francia, angol. Atya úristen, hát nagyon gratulálok, én felnézek rá, nagy tisztelőd vagyok, úgyhogy várom ezeket a könyveket, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzá. Megtiszteltetés. Köszönjük szépen. Gibba Editet látták és hallották itt a Mélégzésben. Remélem, hogy mindazok, akiket megszorítottunk, meg tudják majd nézni ezt a beszélgetést, és azok is, akik meg nem találkoztak vele. Két hét múlva újra várjuk Önöket, viszontlátásra, szép estét! Műsorvezetőnket öltöztette a Street Van szombathely.